Két járvány együtt komoly megbetegedést kockáztatnak az oltatlanok. Nagyköveti látogatás, a francia kéttannyelvű oktatás tekintette meg a diplomata Nyíregyházán. Megvan az első győzelem, egy góllal jobb volt a Kisvárda a Siófoknál. Jelentősen nő a súlyos megbetegedés kockázata az őszi időszakban azoknál, akik még nem oltották be magukat a koronavírus ellen. Ezt állítják járványügyi szakértők. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! A szennyvíz adatok elemzése után úgy számolnak, hogy október elején robbanhat be a negyedik hullám, közben pedig indul az influenza járvány is. Szakemberek szerint, ha az oltatlanokat a kettő együtt támadja meg, nagyon nagy esélyük van a komoly megbetegedésre. Szakemberek szerint tavaly azért nem ütötte fel a fejét nagy mértékben az influenza járvány, mert az emberek betartották az előírt járványügyi szabályokat, mint például a kötelező maszkviselés, szociális távolságtartás, betartották a fokozott higiéniás szabályokat is. Így működtek a védekezési mechanizmusok, ki lehetett védeni a járvány elterjedését. Idén, mivel ugye sokkal kevesebb korlátozásra lehet számítani, legalábbis egyelőre, így azért benne van a pakliban, hogy egy jóval erősebb influenza járvány fogja felütni a fejét. Ez természetesen most előre biztosat nyilván nem lehet tudni, de számítani lehet rá, ezért főleg azoknak, akik valami miatt a veszélyeztetett csoportba tartoznak, mindenképpen javasolt az influenza oltás felvétele. Már csak amiatt is, mert hogyha valaki szerencsétlen módon egyszerre kapja el mondjuk mind a kétféle fertőzést, akkor nyilván a szövődmények kialakulásának a kockázata sokkal-sokkal magasabb lesz. Arra kell viszont odafigyelni, hogy az influenza védőoltást azt legalább 4 héttel a koronavírus oltás felvétele után tegyük meg. Az influenza elleni oltást mindenkinek javasolt felvenni, függetlenül attól, hogy van-e bármiféle krónikus betegsége. Azok számára, akik krónikus légzőszervi betegségben szenvednek, az idősebb korosztályba tartozók, illetve akik valami miatt immungyengék, azoknak feltétlenül szükséges az oltás felvétele, tanácsolja az orvos. Az lenne jó, hogyha mindenki, aki megteheti, tehát akinek a második oltáshoz képest már eltelt a 4 hónap, azok már most vegyék fel a harmadik védőoltást a koronavírus ellen, és mire megérkezik az országba az influenza ellen védőoltás, akkor ők már azt is fel fogják tudni venni. Általában ugye azért az ilyen november környéke szokott lenni. Idén még nincsen egyelőre semmi konkrét információnk arról, hogy ez pontosan mikor fog megjönni, tehát hogy a házi orvosi rendelőben mikor érkezik meg az oltóanyag, de nyilván, amint mi is kapunk tájékoztatást, akkor fogjuk a betegeket tájékoztatni róla, hogy mikor jöhetnek felvenni a védőoltást. A Magyarországon forgalomban lévő influenza ellenes oltóanyagok kizárólag inaktivált vírust, vagy annak csupán egy meghatározott részét tartalmazzák. Ezek nem okozhatnak betegséget, hanem csupán felkészítik az immunrendszert az influenza elleni védekezésre. Az oltás beadását esetlegesen kísérheti néhány kellemetlen tünet, de a jelenségek átmeneti jellegűek, önmaguktól spontán javulnak néhány napon belül. A legtöbb házi orvosi rendelőben novembertől érhetőek el az influenza elleni vakcinák. A felsőoktatás helyzetéről és jövőjéről, valamint a vidék és a megyebeli települések fejlesztéséről is szó esett az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség vásárosnaményi eseményén. A résztvevők a tanácskozás után ki is kapcsolódtak a Zoárd napi sokadalom programjaim. Vásárosnaményban gyűltek össze péntek este az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség megyei és határon túli közösségei. Fórumaikat évente többször megrendezik, a járványhelyzet miatt azonban ezek is elmaradtak az elmúlt időszakban. Ezúttal is olyan ügyekről beszélgettek, mint a keresztény értékek védelme, a felsőoktatás jövője és a magyar közösség megmaradása. A másik téma pedig az, hogy merre tovább 2022-ben Magyarország. Nekünk fiataloknak nagyon fontos az, hogy jó irányba menjen itt a vidék Magyarországon a dolgok. Nekünk nem mindegy, hogy a falvainknak lesz a jövője, mi nem Budapestben gondolkozunk, hanem vidékben gondolkozunk. Mi abban gondolkozunk, hogy a megye minden településen fiatalok itt tudjanak maradni, szülőföldjükön tudjanak boldogulni, és méltó, emberhez méltó, családapához, családanyához méltó jövőt tudjanak gyermekeiknek teremteni. Ehhez két dolog kell, meg kell védeni értékeinket, és fejleszteni kell településünket. A szövetség országos elnöke szerint fontos, hogy a fiatalok újra közösségben legyenek. Ehhez azonban, mint mondta, az oltás is szükséges.
Azt látjuk, hogy a negyedik hullám elleni védekezés az egész más, mint az első három hullám ellen, hiszen most a védekezésünk oltásközpontú. Azt szeretnénk mindenkit kérni, hogy oltassa be magát. Azt látjuk, hogy a vírus az oltatlanokat érinti elsősorban veszélyesen és legjobban. Az oltás az egyedüli megoldás most, hiszen a védekezés a kezünkben van. Mindenki, aki szeretné, az körülbelül pár nap alatt a lakóhelyhez közel beoltathatja magát. Különben veszélynek van kitéve, különben a vírus megtámadhatja, így a védekezésünk kulcspontja az ország. A résztvevők a fórumot követően a zoárnap is sokadalom helyszínére mentek, ahol a közös ügyek kibeszélése után már a szórakozáson volt a hangsúly. Az egyetemi modellváltásért felelős kormánybiztos szavai szerint az ilyen események is nagy szerepet játszanak az értékek, hagyományok generációról generációra való átadásában. Én, mint kis faluból származó politikus, nagyon nagyra értékelem azokat a közösségeket, amik ápolják a hagyományokat, tovább viszik azt az együttműködést, ami kell ahhoz, hogy ez a nemzet élni tudjon, és a nemzet közösségeiben él, ilyen kis közösségeiben, mint a mi tanaményi közösség, és én bízom benne, hogy a jövőben ezek a közösségek meg tudják mutatni, hogy Magyarország versenyképes, sikeres, őrzi az identitását, őrzi a hitét, és biztos abban, hogy Kárpát-medencében a magyarságnak továbbra is magyarként lesz jövője. Az ezúttal is két naphoz zoárnapi sokadalom szombaton zárult Vásárosnaminban. Véget ért a nemzetközi testvér és partnervárosi találkozó, melynek Nyíregyháza adott otthont. A megyeszékhelyre 6 ország 10 településéről érkeztek városvezetőkből és diákokból álló delegációk. Az esemény sorozaton a további együttműködésről szóló megállapodásokat is aláírtak. Több mint 2 éve nem volt ehhez hasonló nemzetközi találkozó Nyíregyházán. A Tirpák Fesztivál keretében 10 testvér, illetve partnerváros képviselőit fogadták a városházán múlt pénteken. Kovács Ferenc, a megyeszékhely polgármesterek köszöntőjében elmondta, fontos, hogy a pandémia alatti online egyeztetések után most élő kapcsolatokat teremtsenek a városvezetők. A települések különböző területeken működnek együtt. Az oktatás, a sport vagy a kultúra mellett többek között környezetvédelmi programokban is partnerek a városok. Külön másik fontos terület a pályázatok, ami most indul majd az új EU-s időszak, szeretnénk folytatni ezt. Külön lesznek kétoldalú megbeszélések ma és holnap, én ezt fogom javasolni a polgármestereknek, hogy vigyük ezt így tovább, mert hogy nem sokára megjelennek októbertől azok a pályázatok, amikkel tudunk együtt pályázni, pontosabban csak együtt tudunk pályázni, akár a V4, alappályázat, akár a közvetlen brüsszeli pályázatok, és ezek újabb lehetőséget, erősítést adnak majd a tesővárosi kapcsolatainknak is. Zsesov, Szatmárnémeti, Szentpölten, Beregszász. Csak néhány az itt vendégeskedő városokból. A németországi Iserlohnnal több mint 30 éves a testvérvárosi kapcsolat. A település polgármestere elmondta, az elmúlt évtizedekben folyamatosan bővült a Nyíregyházával közös együttműködés tartalma. Mint mondta, fontos, hogy a fiatalok is részesei legyenek ezeknek, hiszen a következő generáció jelenti a városok és kultúrák közötti partnerség jövőjét. Amikor több mint 30 éve létrejött a Nyíregyházával közös testvérvárosi kapcsolat, akkor elsősorban kulturális területen történt együttműködés. Már az iskolák közötti kapcsolatok nagyon élénkek, és nagyon fontos számunkra, hogy a diákok, akik Iserlohnból eljönnek Nyíregyházára, vagy fordítva, és helyi családoknál szállnak meg, lehetőséget kapnak arra, hogy belelássanak egy másik ország, egy másik kultúra hétköznapjaiba. Ez egyrészt a tolerancia fejlesztését szolgálja, másrészt a látókörük is bővül, ami a jövő generáció számára kiemelt fontosságú. A találkozón Kovács Ferenc polgármester az együttműködést erősítendő Iserlohn, Szentpölten, Zsesov és Gorlice képviselőivel írt alá megállapodást. Az ország egyetlen két tannyelvű francia-magyar általános iskolájába látogatott a francia nagykövet. A nyíregyházi Apáczai Csere János általános iskola minta lehet azon intézmények számára, amelyek hasonló képzéseket terveznek indítani. Az Apáczaiban most indult a második francia évfolyam. A középkori francia királyi udvart idézték meg a táncosok az apácai ünnepségén. Az iskolában nem csak táncolnak, hanem 30 éve francia nyelvet is tanulnak a fiatalok. Ezért indult itt tavaly két tannyelvű francia-magyar képzés. Mivel 30 éve folyik a francia nyelvoktatása intézmény, megalapozta azt a biztos
tulajdonképp jövőképet, amelyet a francia két tannyelvű képvisel. Az első indulásunkkor 25 fő jelentkezett, ezt én egy nagyon jó számnak tartom, és ami a lényeg, hogy egy fővel is, de 26-an folytatják a tanulmányaikat, úgyhogy közel 50 tanuló, 51 pontosan a számuk, és 130-an tanulják még a francia nyelvet az intézményben. Nagy öröm ez számunkra, és azt gondolom, hogy mindig jól képviselik az intézményt a éppen aktuális idegen nyelvű versenyeken. Ehhez pedig ugye szükséges volt a megfelelő tanári képesítés, amelyet Kutasi Angéla indított el a intézményünk, és most már mondhatjuk, egy kis csoport, grup van a francia nyelvoktatóknál, lektorokkal együtt, most már 5-en végzik a francia nyelv és a közismereti tárgyak oktatását. Ének és nyelvtudásokat is bemutatták pénteken az intézménybe látogató nagykövetnek. A diplomata azt mondta, nagyon büszke arra, hogy az ország egyetlen francia kéttannyelvű általános iskolája Nyíregyházán működik, amely példa is minta lehet azoknak az intézményeknek, amelyek esetleg később indítják el ezt a típusú képzést. Nagyon örülök annak, hogy itt lehettem, és én avathattam fel korábban az ország eddigi egyetlen kéttannyelvű általános iskoláját. Két évvel ezelőtt voltam itt legutóbb, akkor még csak terv volt a képzés elindítása. Most nagyon boldog vagyok attól, hogy az álom valóra válhatott. Mindezt az álmot úgy sikerült elérni, hogy az elmúlt másfél év a járvány miatt is terhelt volt. Nagyon bízom abban, hogy lesz még olyan általános iskola az országban, ahol elindítják a kéttannyelvű képzést. Ha így lesz, akkor Nyíregyháza modellként szolgálhat számukra. Fontos az is, hogy a gyermekek megérezzék. Az angol nyelv tanulása szükséges, de nagyon szép és izgalmas a francia elsajátítása is. Több lesz az ember azzal, ha nyelveket, kultúrákat ismer meg. Az intézmény vezetője azt mondta, a kéttannyelvű képzés abban több, mint az emelt szintű, hogy nem csak a nyelvet, hanem egyes közismereti tárgyakat is franciául tanulnak a diákok. Eleve magasabb óraszámban, heti óraszámban tanulják, ez 5 órát jelent. Egy nagyszerű forgatókönyv szerint, hiszen csoportbontással történik a magyar és a matematika órán, tehát ez az előbb említett számadatok lefeleződnek, és az egyik fele a francia órára megy, még a másik csoport éppen az aktuális magyar, tehát tulajdonképpen ez tehetséggondozása is nagyszerű, hiszen nagyobb óraszámban tanulják, illetve a kisebb létszám miatt pedig hatékonyabban úgy a nyelvet, mint ahogy az említett szaktárgyakat is, és ez lökést adhat a gyerek kibontakozására összekapcsolva a művészetekkel vagy a sporttal. Az intézményben idén 4 első osztály indult, közülük az egyik francia-magyar kéttannyelvű. Az iskolában emellett angol és német nyelvet is lehet tanulni. Elkezdődött a fűtési szezon, már igényelhető a távfűtés a Nyírtávfő Kft-nél. A lehetőséggel eddig mindössze 4 intézmény és mintegy 100 lakás élt. A társaság a jövő héttől kezdődő jelentősebb lehűlés után több megrendelésre számít. Az előző szezonban a lakosság melegvíz fogyasztása emelkedett nagy mértékben a megyeszékhelyen. Közel 16 ezer lakossági fogyasztót és nagyjából 1000 intézményt, közületet és üzletet lát el fűtéssel és melegvízzel a Nyírtávfő Kft. Miután a társaság nyár elején elvégezte a szükséges elszámolásokat, kiderült, a lakosság melegvíz használatában jelentős eltérés volt tapasztalható az előző évekhez képest. Mintegy 15 ezer köbméterrel használtak többet a nyíregyháziak, így érzékelhető volt az, hogy több időt töltöttek otthon az emberek. Melegvízelszámolást egy évben 2-szer végzünk, tehát az első fél évesről tudok beszámolni, ami június végével történt. Ott kb. 10%-kal megnőtt a fogyasztás, tehát januártól júniusig, ez feltétlenül a pandémiának köszönhető, vagy tudható be. Itt ez kb. 20 millió forint az egyenleg, tehát ennyit kellett befizetni a lakóknak. Miután idén tavasszal a vártnál később érkezett meg a felmelegedés, a lakások és intézmények jelentős részében még május egészében fűtöttek. Emiatt a szokásos nyári karbantartások is csúsztak a Nyírtávfő Kft-nél. A közterületeken minden szükséges javítást elvégeztek, már csak a melegvíz mérők cseréjének befejezése van hátra. Ez azonban a fűtési szezon kezdetét nem befolyásolja, a szolgáltatás pedig már egy hete igényelhető.
A fűtést és szolgáltatást az megrendelővel, írásos megrendelővel lehet indítani. Ezt a közös képviselőnek kell hozzánk eljutatni e-mailen, faxon vagy személyesen. És egyébként a mai nap már van bizony fűtés. 4 intézményt fűtünk és körülbelül 100 lakást. Nyilván ez az időjárás függvényében majd emelkedni fog. Valamikor a jövő hét vége után számítunk arra, hogy nagyobb hullámba be fog ez indulni, tehát szeptember utolsó hetében. Jó László hozzátette, a fűtési szolgáltatás kezdete előtt érdemes megvizsgáltatni a radiátort, de a kémények átvizsgálása is legalább ennyire lényeges a műszaki hiba és a baleset veszély elkerülése érdekében. Ismét változik az üzemanyagok ára a hazai kutaknál, szerdán 2 forinttal lesz olcsóbb a 95-ös benzin literje, míg 7 forinttal drágább a gázolaj. A változás után a 95-ös benzint átlagosan 457 forintért, a gázolajat pedig ugyancsak 457 forintért lehet megvásárolni. Megszerezte első bajnoki győzelmét a kisvárdai női kézilabda csapat. Bakó Botond együttese az NB1 második fordulójában a Siófokot fogadta, és 21-19-es félidő után 35-34-re megnyerte a mérkőzést. A kisvárda hétvégén az újonc Vasas otthonában lép pályára. A Siófok kezdte jobban a mérkőzést, 4 perc alatt 3 gólos vezetésre tettek szert a vendégek. A kisvárda a 10. percben egyenlített, sőt 3 perc múlva már 4 góllal vezetett a házigazda. A balatonpartiak főleg gyors támadásokból, a hazaiak pedig felálltva elleni akciókból szerezték a gólokat. A félidőre akár végeredménynek is beillő 21-19-es állásnál vonultak le a játékosok. A második játék részben 7 perc kellett a Siófoknak ahhoz, hogy kiegyenlítse az állást, sokáig felváltva vezettek a csapatok, majd 31-31 után 2 góllal elléptek a vendégek. A hajrában egyenlített a kisvárda, aztán a vezetést is megszerezte Bakó Botond együttese, és mivel az előny sikerült megtartani az utolsó 1 percben, első hazai meccsén győzelemmel örvendeztette meg szurkolóit a várda. Nagyon-nagyon sokat vártunk egy 1 gólos győzelemre, azt mondom, hogy mondhatom nyugodtan, hogy kivártuk. Hiszen a tavalyi szezonban ugye 5 1 gólos meccsünk volt, amit elveszítettünk, 2 döntetlenünk, úgyhogy már ránk fért, hogy egy ilyen mérkőzés megnyerjünk, és ami javunkra forduljon egy ilyen mérkőzés. Ráadásul sajnos ez a betegség elég rendesen rajtunk van, és féltem is a második félidőben, hogy a végjátékban mennyi erőnk marad, de azon, amit a nézők és a szurkolók segítségével át tudtunk lendülni a holtpontokon. Talán a nyitott védekezéssel tudtunk egy olyat váltani, amivel egy új erőre kaptunk, és új lehetőségeink jöttek a végjátékban. Úgyhogy tényleg megdicsérem a csapatomat, hogy ekkorát küzdöttek, az átlövőink ma jól kézilabdáztak, plusz tettek hozzá. Van még mit dolgoznunk nagyon sokat, de most örülünk nagyon ennek az egy gólos győzelemnek. Bár a vendégek edzője csalódott volt a vereség miatt, Danyi Gábor elismerte a hazai győzelem jogosságát. Megérdemelték a győzelmet, főleg az első fél időben nőttek fölénk. Azt kell, hogy mondjam, a védekezésünk és abból a kapus teljesítményünk nagyon nem akart összeállni. Emellett a második fél időben azért lett volna lehetőségünk, hogy esetleg az utolsó 5 percben egy 2-3 gólos előnnyel menjünk be, de buta hibákat csináltunk. És hát nyilvánvaló, hogy ilyenkor teljesen normális, hogy a hazai csapat, aki hatalmas akarással és lelkesedéssel, ráadásul jól is játszott, elvitte a 2 pontot, úgyhogy megérdemelte a kisvárda. Még egyszer gratulálok nekik. Mi az utunk elején vagyunk, egy új koncepciót kezdtünk el. Hosszú lesz az út, ezt tudtam is, tudtuk is. Tanulnunk kell a hibáinkból. A kisvárda legközelebb szombaton lép pályára, akkor az újonc szintén 1 győzelemmel és 1 vereséggel álló Vasas vendége lesz Bakó Botond együttese. 3 megyebeli csapat lépett pályára a labdarúgó Magyar Kupa országos főtáblájának 3. fordulójában. A Sínyő hazai pályán 7-0-ás vereséget szenvedett az MTK Budapesttől, a Kisvárda 2-0-ra nyert a Deac vendégeként, a Nyíregyháza Spartakusz pedig a Budapest Honvédtól kapott ki 5-1-re. Az egyetlen továbbjutó Kisvárda a következő fordulóban október 27-én az MTK csapatát fogadja. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban.
Jelentősen nő a súlyos megbetegedés kockázata az őszi időszakban azoknál, akik még nem oltották be magukat a koronavírus ellen. Ezt állítják járványügyi szakértők. A szennyvíz adatok elemzése után úgy számolnak, hogy október elején robbanhat be a negyedik hullám, közben pedig indul az influenza járvány is. Szakemberek szerint, ha az oltatlanokat a kettő együtt támadja meg, nagyon nagy esély van a komoly megbetegedésre. Az ország egyetlen két tannyelvű francia-magyar általános iskolájába látogatott a francia nagykövet. A nyíregyházi Apáczai Csere János általános iskola minta lehet azon intézmények számára, amelyek hasonló képzéseket terveznek indítani. Az Apáczaiban most indult a második francia évfolyam. Megszerezte első bajnoki győzelmét a kisvárdai női kézilabda csapat. Bakó Botond együttese az NB1 második fordulójában a Siófokot fogadta, és 21-19-es félidő után 35-34-re megnyerte a mérkőzést. A kisvárda a hétvégén az újonc Vasas otthonában lép pályára. Szeptember 20-án hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, mindjárt jön az időjárás jelentés, friss információkkal pedig holnap este is várjuk majd Önöket a szokott időpontokban. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Hétfőn este felhős lesz az ég, számottevő csapadék nem várható, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 15 fok között alakul. Kedden napközben a felhős ég mellett több órára kisüt a nap, és helyenként záporra, esetleg zivatarra is lehet számítani. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között valószínű. A hét további részében marad a borús őszies idő, a hétvégén 20 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet.